Magyarország mindig is meghatározó szerepet töltött be a történelem során. Rengeteg gyarmatunk volt, főleg Afrikában, és ezrével szállítottuk a fekete rabszolgákat a birtokainkra, az ültetvényeinkre, hogy helyettünk szedjék le a híres magyar gyapotot. Nem keverte össze minket bármelyik nyugati országgal? De Laci, látod, most mondasz valamit, lehet, hogy összekeverlek, de akkor már csak egy kérdés van. Mi a fenét keres nálunk egy BLM szobor? Köszöntöm a kedves nézőket, én Varga Ádám vagyok, és ez itt a Ferrite. Mai vendégeim pedig Szalai Szilárd, a Pesti Srácok újságírója, Vései Kovács László, szintén a Pesti Srácok újságírója, és Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke. Aki most picit lazábra veszi, és mondhatnám azt, hogy nem feltétlenül alelnök minőségében van itt, inkább beszélgető partner. Hát mondhatjuk így is. Szuper. Akkor ugye az már leesett, hogy a mai témánk a Ferencvárosban felállított Black Lives Matter szobor. Ti láttátok a szobrot? Élőben már, mint. Élőben nem. Nem volt rá időm sajnos, túl hamar megszűnt. Előbb jól sejtem, hogy te láttad. Hát természetesen készültünk rá, hiszen ez inkább szobor helyett én propaganda eszköz mondanék, ez a pervers propaganda eszköz szerintem lényegében azt mutatta már korábban is, hogy Amerika letérdelt a homoszexuális lobby előtt. Mondjuk hátat fordítani sem jó nekik, szóval nem egy egyszerű helyzet, de azért azt mindenképpen kimondhatjuk, hogy a magyar ellenállás azért az sikeresen vizsgázott. Azért olyan mélyen még nincs Magyarország, hogy bárhol Magyarországon közterületen hosszabb ideig kint lehessen egy ilyen szobor, úgyhogy én büszke vagyok a magyar nemzeti ellenállásra. Még annyit, hogy hogyan tudnátok jellemezni a szobrot, Szilárd? A képek alapján hogyan jellemeznéd? Hú, hát mintha valami nagyon undorító, mézes, mázas dologba belemártottunk volna egy csillámpon. Tehát eleve ez a szabadságszobornak, az egyébként megszentségtelenítése, mert a szabadságszobornak van egy szimbolikája, ami az amerikai nép számára is nagyon fontos, és egyébként szerintem világörökségi szempontból is van egy fontos szimbolikája. Tehát egyrészt magát azt a jelképet nagyon csúnyán megszégyenítette, és ez a gicses, undorító, szivárványmázzal leöntött valamicsoda, ez meg egy különösen esztétikai értéket sem tudok belelátni ebbe a szoborba. Úgy érzem, Lacinak van egy... Hát nekem két dolog, ami így megérintett benne. Egyik, mikor már láttam a ledöntött műalkotástól készült képet. Az is azért elég komoly üzenet a fél. Nem tudtam kivenni, hogy mi ez. Tehát néztem, ez lufiból készült és leereszted, vagy mi volt? Ott ilyen paca volt csak a földön, nem tudtam kivenni belőle az ember alakot se, hogy ez most, tehát nem tudom, mi történt vele tényleg. És a másik, amiről olvastam a híreket a ledöntéséről, egy Ince, mi a keresztneve? Béla. Ince Béla, aki ledöntött, és azt mondták, hogy egy fekete ruhás ember odament. Náci, és azt így, írták, hogy nagyon náci. Nagyon fontos, hogy fekete ruha, tehát náci, és hogy így beütött ököllel, lyukakat ütött bele. És mondom, ez egy trabant. Miért mondtál, hogy át lehet lyukasztani ízzel. Igen, érdekes az anyagválasztás maga. Tehát egy normális időtálló komoly szobrot, ugye mi mondjuk Ásotthalmon Torockai László vezetésével a Nándorfehérvári diadal kapitányának bronzból készítettünk, vagy hát Hortinak szeretnénk végre egy fehér lovas szobrot kőből értelemszerűen Budapesten, ha majd egyszer még ahhoz a Mi Hazánk Mozgalomnak lehet, hogy sokat kell erősödnie, de hogy legyen egy köztéri szobra Horthy Miklósnak Budapesten. Na most ezt műanyagból készítették, egy ilyen egyszer használatos, ilyen eldobható szobornak. Ők is tudták, hogy mi lesz a sorsa, de érdekes a szimbolikája az anyagválasztásnak. Költségtakarékos megoldás. No, de én ugye a témával kapcsolatban készítettem egy videót, és most a leírásról meg is nézzünk egy rövid részletet. Igazából úgy terveztem, hogy kimegyek, és a helyszínen készítem el ezt a videót, de nem voltam elég gyors. Az ominózus szobor megsemmisült. Mondjuk, ha engem kérdeztek, szerintem eredetileg is halva született, de ez egy másik történet. Kezdjük rögtön az elején. Vizsgáljuk meg a műalkotásnak sokkal részegen sem nevezhető förmenőit. Félreértés ne essék, nem egy ekkora monstrumról van szó, mindössze ravasz módon alulról fotózták. Az alkotás mindössze 1 méter magas, vagyis 1 méter alacsony. Gondolom, nem akartak túl sok anyagot felhasználni, tudták úgyis, hogy mi lesz a szobor sorsa. Ez a csodás műemlék az Egyesült Államok szimbólumát, a szabadságszobrot ábrázolja, aminek Magyarországon komoly történelme van. Jó, oké, igazából nincs semmi közünk hozzá, de hát Istenem, már az USA-t sem nagyon tudja reprezentálni a szabadságszobor. A kezében egy könyvnek látszó tárgyat tart, amire az van írva, hogy Black Lives Matter. Látszik, hogy amatőrök készítették. Sokkal hitelesebb lett volna, ha egy lapos tévét, számítógépet, vagy esetleg egy sportcipőt tart a kezében, de mindenki úgy gyászolja George Floydot, ahogy tudja.
A szobor az ökrét a magasba emeli, pont úgy, ahogy azokon a régi kommunista propaganda plakátokon. Azt kell mondanom, hogy már csak a sarló és a kalapács hiányzik a kezéből. A miniatűr förmedvény tetőtől talpig szivárvány színű, de ami a legfontosabb, a szobor térdel. A szobor ugye térdel, és ezt meg is jegyeztük korábban, hogy olyan, mintha letérdelne ezek előtt a mozgalmak előtt. De térjünk vissza a pályázatra. Ez egy public art pályázat volt, igaz? Ez mit jelent pontosan? Hát én nem vagyok a köztéri szobrok művészetének a... Nyugalom, ez nem is az, ez nem művészet, nyugodtan különleges, szakértő. Különleges szakértője, úgyhogy teljesen hivatott vagyok itt beszélni erről a dologról. Ugye ezek a public artok, ha jól értelmezem, ezek önkormányzati kiírású történetek, ahol szabadúszó művészeket, tehát most éppen zárva van a Starbucks, akkor most valamivel le kell kötni az időnket, mozgósítanak arra, hogy valamit alkossanak. Aztán ebből lett ez a PET palac szobor. Hadd segítsenek ki, hogy Baranyi Krisztina és köre művészbarátai szabadon úsznak a Ferencvárosi közpénzben. Ez jelenti pontosan. Sőt, hát nevesítsük ennyire büszkék rá, ugye nem csak egy balliberális polgármesterről, hanem annak a kutyapárti alpolgármesterről, a kétfarkú kutyapárt társelnökéről van szó, aki levezényelte ezt a szobor állítást. Én azt gondolom, hogy ehhez méltó volt szerintem az OSB Budi, amivel lényegében eltakartuk, vagy hát egy pöcegödörré változtattuk, pöcegödörbe helyeztük végül is méltó környezetébe ezt a szobrot, ami hazánk mozgalommal, de maga a felelősség azért tegyük hozzá, hogy a kétfarkú kutyapárt hatalomra kerülésének is vannak természetesen ilyen komoly céljai és programpontjai. Egyébként simán az a 4 OSB lap az ott is maradhatott volna, úgyis a választásokra mindig iratnak ilyeneket, hogy akkor lehet felszögezni plakátokat, tehát valamire jó lett volna legalább a szoborral ellentétben. Szerintetek mi motiválta a művészt, igen, az alkotót? Szilárd. Legyen miről műsort csinálnod. Tudom, elfogyott az LSD, fogalmam sincs, hogy... Ez csak ugye ezt csak kérdezed. Kérdezem pontosabban, igen, hogy elfogyott-e, de tényleg, hogy látom segítek, ebben bármit? Segítek, azt mondta, azt nyilatkozta, mivel nem akarok, tudok egyik oldalra sem állni, talán pont a politikából való kiábrándultság a politikai üzenet. Tehát ő nem tud egyik oldalra sem állni, ehhez képest elég szépen állást foglalt. Nem is állt érdel. Tehát hadd fordítsak a művész magyar kifejezés fordítóval, tehát azt jelenti, hogy provokálni akarják azokat, akik egyébként akinek ellenszenes a BLM mozgalom, ez az egész szivárványos lobby mozgalom, illetve az egész... Csúnya szó? Azt majd eldönti a szerkesztő, vagy te. Vagy, és meg akik úgy érzik, hogy az egész, hogy nekünk az égvilágon semmi közünk, egyikhöz se, ezeket akarják provokálni, hogy utána aztán egy kis boci szemekkel mondhassák, hogy jaj, hát csúnyákat mondanak ránk ezek a fasiszta jobboldaliak, mert így fölvették a provokációt. Sőt, ennyi a cél. Agresszívak velünk szemben. Főleg. Nem tudom, hogy hányas Karika van, de azért egy költői kérdés. Majd most dől el. Majd most eldől a menet. De egy költői kérdés azért hadd tegyek föl, hogy milyennek a szobornak a célja, hogy hogyan szaporodnak a homoszexuálisok. Azt tudjátok. Ez még nem karikás. Hát meggyőzés. Hadd segítsek a meggyőzés. Nem, amúgy ez egy durva irónia. Nem én állítom. A válasz az nem olyan pervers. Tehát a kérdés költője, a válasz prózai, hát propagandával. És pontosan ez a célja ennek a szobornak nevezett szivárványos, pervers propaganda eszköznek, hogy egyrészt a tűrésküszöbünket tágítsa folyamatosan, másrészt azért, hát mondjuk ki, ez egy fehér, heteroszexuális és keresztény ellenes szimbólum, ugye ilyen rémisztő képződménynek nevezte, ilyen férfiakat nevezte rémisztő képződménynek, ugye Niedermüller Péter, a DK alelnöke, és ez egy folyamatba illesztető, tehát uszítottak itt a Turul szobor ellen többször meg is gyalázták, ugye el is akarják távolítani. Tavaly a homoszexuális propaganda... Ez nem olyan egyszerű, de a normális anyagból van, ugye, nem egy eldobható, egyszer használatos szoborról beszélünk, de hogyha azt látjuk, hogy a tavalyi homoszexuális propaganda felvonulás toborzó plakátja is ugye a Szent Koronát gyalázta meg, akkor láthatunk egy olyan folyamatot, amivel igenis próbálják a tűrésküszöbünket tágítani, és ezért mondtam, hogy a magyar ellenállás jól vizsgázott, mert eddig és ne tovább, tehát ilyenkor gátat kell szabnunk, nincs hova hátráljunk, ezeket már nem tűrhetjük. Hadd kérdezek még rácsatlakoznék erre, hogy szinte hallom a lelki füleimmel, hogy majd erre azt mondják, hogy jaj, hát ki lesz homoszexuális egy szivárvány színű szobortól, és ez egyébként tényleg így van, csak ez megint az ő ferdítésük. A dolog úgy működik, hogy mivel ilyeneket állítanak föl provokációként, ezzel érik el azt, hogy az egészről beszélni lehessen, és ha az egészről megy a szóbeszéd, meg a folyton a szövegelés, arra tudják az érzékenyítést fölfűzni, és igen, attól lesz aztán valaki sokkal könnyebb. Tehát itt egy folyamat van, nem pedig a szoborról van csak szó. Hallottuk már divat.
magukról. Tehát igenis a válasz az, hogy lesz-e a propagandától valaki, az igen, lesz. Van olyan, aki lesz. Tehát... Nem mi állítjuk, hanem az, hogy kutatásuk, hogy meggyőzéssel terjed, nem pedig úgy születik. Két dolgot szeretnék még erre mondani. Most minden tiszteletem, de most Baranyi Krisztináról beszélünk. Szerinted volt ilyen komoly tervezése mögött az alkotás mögött? Mármint, hogy ezt nem ő tervezi. Ilyen mély gondolatok. A másik pedig az, hogy ők azt mondják, hogy hát ki lesz ettől meleg, meg ettől nem változik meg az ember szexuális orientációja. Legyen ez, tehát írjuk ezt alá, azt mondom, aláhúztuk. Viszont ugyanaz az oldal azt mondja, hogy a nőket a rózsaszín és női vagy lányos dolgokkal nőiesre kondicionálja a társadalom. Tehát a társadalom, ugyebár a legutóbbi adásban erről beszéltünk, hogy a társadalom nőiessé kondicionálja a nőket a rózsaszín táskákkal, de a szobor akkor nem hat semmilyen módon. Tehát ez egész egy kusz ellentmondás. Jó, hogy felhoztad itt a múlt heti dolgokat. Pont erről beszéltünk, hogy ott is egy folyamat az, ami elindul, és itt is az van, hogy kisajátítanak maguknak egy területet, kisajátítanak egy kifejezést, akár egy műemléket, vagy egy műemléknek a mását, és onnan elvárják azt, hogy mi kivonuljunk. Feladjuk azt a területet, feladjuk azt a gondolatmódot, és feladjuk azt a hozzáfűzött értéktartalmat mondjuk akár a szabadságszoborhoz, amit mondjuk akár mondjuk az amerikaiak hozzáfűznek. Miért? Mi pedig nagyon sokszor szépen föltartjuk a kezünket, és ki is vonulunk, és átadjuk azokat a zónákat nekik, amit ők elérnek, és ezzel igenis nem is talán a meggyőzés, de inkább a közegteremtést valósítják meg. Aztán abban tud a meggyőzés megvalósulni. És onnan meg tud valósulni a meggyőzés. Tehát azt a közeget ezzel megint tegyük tisztába, az mindig egyéni dolog a meggyőzés, tehát persze. Az egyik ember meggyőz egy másik embert arra, hogy te így csináld. De ehhez kell egy olyan támogató közeg, amit pont így hoznak létre. Igen, ezt pontosan nem szabad hagyni, de itt nekünk szerintem jobboldaliként, vagy konzervatívként nem az a feladatunk, hogy feltétlenül megverjük a szobor készítőjét, ledöntsük azt a bármicsodát, hanem az, hogy egy első körben az a feladatunk, hogy ne kerülhessen ki ilyen. Hogy Baranyi Krisztinának legyen, aki megmondja, hogy figyelj, ilyen nem kerülhet ki egy magyarországi önkormányzatnak a támogatásával. Egy önkormányzat sem támogathat közpénzből meleg. Mennyibe kerülhetett ez a szobor? Ezzel Baranyi Krisztinának azt mondják meg, hogy ki fog kerülni. Mennyibe kerülhetett ez a szobor szerinted, vagy szerintetek? Hát itt több milliós összegekről, vagy a valós árán. Itt a több milliós összegekről is beszéltek, hogy mennyire adták el, mennyi ennek a művészeti értéke. 2,7 millióért adták el ennek a másolatát, vagy egy ugyanilyen. De ugye dollárban, nem forint. Nem, ez még csak forintot még nem tartunk. De esetre nagyon fontos, hogy a kezünket nem emelhetjük föl, tehát ez nagyon fontos lenne, és épp ezért nem lenne szabad tűrni a homoszexuális propaganda felvonulást, és nem propagandaként mondom, hanem sajnálatként, hogy a Mi Hazánk mozgalom egyébként az egyetlen párt, amelyik ezt betiltaná, hiszen most már a Jobbik is beállt a sorba, ugye, és ő is engedi ezt az évről évre megrendezésre kerülő, már most is bejelentették, hogy júliusban lesz, bármi lesz, ugye, itt le van zárva minden, de az, hogy ide jönnek szerte a világból megint a különböző deviánsok, ezt már bejelentették, ezt fontosnak tartják, és nagyon régi kérdés ez, amit mondasz, hogy akkor ezt elfogadjuk-e, hogy nem lehet propagandával szaporodni, de erre nagyon régi a válasz is. Arisztotelész, ókori görög tudóst hadd idézem, aki úgy fogalmazott a férfiak egymás közötti nemi eltévejedéséről, hogy ez némelyekben természettől fogva van meg, míg másokban csak a szokás folytán fejlődik ki, például olyanokban, akiket gyermekkoruktól fogva ilyen fajtalanságra szoktattak. Tehát a válasz is régi, és nincs ebben semmi új, amit az újabb tudósok is csak megerősíteni tudnak. Mózesnek is volt egy hasonló kijelentése amúgy, picit egyszerűbben foglalkozott, férfi ne háljon úgy férfival, hogy asszonyja a szokás. Tehát ez picit ettől finomabb. Szegény Arisztotelész, neki még nem állt rendelkezésére az a legújabb kutatás, ugye, ami kimondta, hogy nem, senki nem születik úgy legfeljebb hajlammal. Tehát ez hála egyébként a LGBT mozgalom által támogatott kutatásnak, ezt is tudjuk de most. De korlátozódjunk a szoborra, meg térjünk vissza igazából az eredeti témánkra, bár ez is egy érdekes pálya, és rengeteg kérdés. Nem lehet nekik elégszer elmondani, azért mindig szeretem újra hangsúlyozni. Abszolút. De nehezen hiszik el ők maguk is, pedig ők kutatták ki. Úgy érzem, hogy te meggyőzésre pályázol. Propaganda. A szobornak van egy üzenete. Na most ezt nem tudjuk megfejteni, mert nem vagyunk az alkotói, nem vagyunk műszakértők, bár a szobor sem nevezhető komolyan művészetnek, de én erről is készítettem egy videót, amiből megnézzünk egy részletet. Mit üzen nekünk a szobor? Adjuk össze az eddig látottakat. Amerika szimbóluma, a szabadság szobor, térdre ereszkedett a szivárvány és a BLM miatt. Mondhatnánk, hogy nem ezek miatt, de láttuk, mi történt a sporteseményeken azokkal, akik nem térdelnek. Az angolok konkrétan nyomást gyakoroltak a lengyel csapatra, akik ennek ellenére sem térdeltek le, és emiatt már is rasszistának kiáltották ki őket. Mondjuk van egyfajta diszkrét bája annak, hogy az angolok térdre akarják kényszeríteni a lengyeleket egy számukra idegen rendszer előtt, de hey, ki foglalkozik manapság olyan apróságokkal, mint a történelem. Na de menjünk tovább.
Mikor szoktunk térdre ereszkedni? És nem akarok amerikai rendőrös poénokat hallani, meg olyanokat, hogy akkor, ha van a térdünk alatt egy bizonyos illető, ezek olcsó, szánalmas poénok, haha, és már az összeset hallottam. Több helyzetben is lehet térdelni, leginkább Isten és a haza előtt, ahogy azt már sokan mondták, de az ember akkor is térdel, ha megkéri a kedvese kezét, vagy ha lovaggal ütik. Bárhogy is van, abban megegyezhetünk, hogy akkor térdelünk, ha egy magasabb rendű dologgal találjuk szembe magunkat. Innentől kezdve a szivárványba és BLM-be csavart térdelő jelképe a szabadságnak számomra azt üzeni, hogy vannak mozgalmak, amik a szabadság jelképét is letérdeltetik. Ezek a mozgalmak magasabb rendűek, mint maga a szabadság. Hogy Magyarországon ennek a kompozíciónak milyen relevanciája van, azt még nem sikerült megfejtenem, de a kerület nagyasszonya biztosan erre is tudná a választ. No, a rendőröket láttuk térdelni. Tehát nekem az jött le, hogy a tüntetők vezére vagy vezérűrűje meggyőzte a rendőrt, hogy térdeltessel a szakaszt, ők pedig fogták, letérdeltek, amire a tüntetők üdvrivalgásba törtek ki. Most ennek azért van egy komoly üzenete, nem? Hogy látod előd? Hát valóban le is fordították sokszor Magyarországra, hogy itt a cigány kérdés lehet hasonlítani. Én is vélek hajlandó hasonlóságot felfedezni, mondjuk a cigánybűnözésben és a BLM-es fosztogatók, randalírozók között természetesen. Csak hogy Magyarországon a cigánybűnözéssel szemben nem láthatunk markáns rendőri fellépés, miközben a balliberális polgármester például, aki egy ilyen szobrot állított, az szeretne a rendőri erőszak ilyen formáiról beszélni, szeretne ezzel tematizálni, de erről szó sincs. Ha már rendőri erőszak, akkor fordul inkább a főnökéhez, Gyurcsány Ferenchez, akitől ugye láthattunk rendőri erőszakot 2006. október 23-án engem is, sőt azóta 5 különböző ügyemben állapították meg, hogy jogszerűtlenül állítottak elő, és hát sokaknak tudjuk, kilőtték a szemét, tehát nagyon komoly véres áldozatai voltak a rendőri túlkapásoknak, de azóta ilyet azért nem láthatunk. El tudjuk képzelni azt, hogy Magyarországon, akár egy ilyen BLM szobor kapcsán a rendőrök szolidaritásból letérdeljenek? Kijelölt. Globálisan szolidaritásból el tudjuk-e képzelni? Én nagyon nehezen tudnám elképzelni, és jó volt, hogy a bejátszódba említetted a lengyel csapatot is, mert nyilván fontos az, hogy minden, főleg a velünk együtt élő kisebbségekkel szemben valamilyen szintű szolidaritás van. De az, hogy a rendőrség, a közhatalomnak a gyakor végrehajtói ága és egyáltalán a rendfenntartó egység bárki előtt letérdeljen, az azt jelenti gyakorlatilag, hogy egy mozgalom előtt megadja magát az ország. Ilyen nincs. Ilyen nincsen. Igen, Isten és az előtt térdelünk, pár ideges, kiabáló ember előtt nem. Hát igen, a letérdeltetéshez ahhoz kell egy, tehát itt is láttuk, hogy kell egy olyan elég agresszív horda, aki konkrétan letérdeltet. Tehát így, hogy most a globális mozgalom meg a szimpátia erőt letérdelni, ez szerintem, tehát ilyen nincs. Miért fonódott össze a térdelés és a Black Lives Matter mozgalom? Mert láttuk, hogy az első Trump ellenes megnyilvánulás, bocsánat, az első Black Lives Matter alatt ilyenek, Rajdi elszólás. Ilyenek nem voltak ez a térdel, és ez most jött divatba. Te hogy látod előtt, miért fonódott össze a kettő? Hát azt gondolom, hogy eleve ez az anarchista megközelítés, ez elfogadhatatlan. Tehát rendpártiként az, hogy egy rendőr letérdeljen, az már a kegyelemdöfés volna a rendőrök így is soksebből vérző tekintélyének, és talán a csendőrség visszaállításáért kiáltana egy ilyen helyzet. Sokkal inkább a rendőröket például
szolgálati időn kívül is fegyverviselési joggal kellene felruházni, tehát nekünk ilyen javaslataink vannak a Mi Hazánk mozgalommal. Az, hogy a tekintélyüket veszítsék, ez szerintem nem tűrhető, nem tartható, és a politikának épp az lenne a felelősség, hogy kitüntesse azokat a bátran megnyilvánuló rendfenntartó személyeket, akik hajlandóak szembenézni a legveszedelmesebb bűnözőkkel. Gyurcsány, hogy kitüntette a Gergényéket 2000. Hogy szembenéztek a szörnyű veszélyekkel. Az Egyesült Királyságban volt olyan, hogy egy rendőr nem volt hajlandó térdelni, ezért a kapitányságon azt hiszem valamilyen panaszt írt rá a főnöke, vagy megrovásban részesítette, mert nem volt hajlandó letérdelni. Nem tudom, mióta lett munkaköri leírás egy rendőrnek, hogy letérdeljen egy dühös csürhe előtt, akik ellen vezényelték ki őket. Sőt, tehát ez kifejezetten nem vagyok teljes mértékig beható ismeretében a szolgálati szabályzatnak, de gyanítom, hogy főleg, hogyha bűncselekményt követnek el, már pedig ezek a tüntetők közül elég sokan bűncselekményt követtek el, folytatólagosan az utcákon kirakatok betörése, akár fegyver használat. Két BLM van. Rasztalajviselés. Nem, de tehát, hogy itt folytatólagos bűnelkövetése van szó. Ha ott letérdel, az szolgálati szabálysértés, nem valami ünneplendő dolog, mint ahogyan itt láthattuk. Jó. De azért sajnos kimondhatjuk, hogy azért a rendőrség valahol letérdelt itt a homoszexuális lobby előtt, hiszen azért ezt a garázda felvonulást évről évre megtarthatják rendőrségi biztosítással. Tehát nem elég, hogy nem tiltják be, ahogy azt minden évben szorgalmazzuk, de még ezt biztosítják is minden évben. Én ezért mondom azt, hogy se Gyurcsányék támogató, se Orbánék tűrő álláspontját nem tudom elfogadni, én a tiltást képviselem, a mindenféle szexuális devianciát is népszerűsítő, és egyébként garázda felvonulásuk ügyében is a rendőrséget sokkal inkább arra kellene felhasználni, hogy betartsa a rendet. Most ezt tudjuk jól egyébként, hogy például Brüsszelben nyugodtan le lehet lovasrohamozni a természet gyermekei, hippiket, akik ott éppen kint obzódnak a parkba, és Magyarországon is lehet lovasrohamozni a tüntetőket, amennyivel Gyurcsány a miniszterelnök és a tüntetők jobboldaliak, ha viszont ellenkező a felállás, akkor tudjuk, hogy ennek milyen nyugati meg brüsszeli visszhangja lenne, hogyha ez megtörténne, akár mondjuk a Pride felvonulás betiltás esetén. Tehát az a helyzet, hogy vannak külpolitikai vonzatok, külpolitikai erőkülönbségek, és hát Magyarország... Jó, de lovasrohamot nem várunk el, lehet, hogy attól egy-két pervers deviáns ábrándozna csak legfeljebb. Mi azt mondjuk, hogy szabályosan tiltsák be. Csak mondom, hogy annak is lenne olyan következménye, hogy szerintem így is van épp elég frontja Magyarországnak egyébként, akár az Európai Unión belül, akár így ezekben a mindenféle nyugati országokkal. Tehát nincs szükség. Nem nyernék vele annyit, mint amennyit veszítenénk. Nincs szükség még egy ilyen frontra fölöslegesen. Az a veszélyes dolog, hogy ha elfogadjuk, hogy a belügyeinkbe beleavatkoznak, hogy például mi minősül Magyarországon családnak. Ugye a kormány azt mondta, hogy nem engedjük. Ha nem engedjük, akkor itt se engedjünk, hogy különböző családellenes felvonulások legyenek, mert pont ettől kapnak vérszemet. És ugye a szobor kapcsán most úgy éreztük itt egyhangúan a stúdióban, hogy ezzel átléptek valamilyen tűrésküszöböt, de azért sokan szerintem úgy érezzük, csak legfeljebb nem látjuk, mert távol tartjuk magunkat attól az Andrássy úti felvonulástól, ami ugye mondjuk a gárdistáknak mindig is tilos volt, de vannak, akiknek úgy tűnik, hogy minden szó. Közbe kell szólnom, mert ahogy átléptünk egy tűrésküszöböt, mi úgy léptük át a műsoridőt, úgyhogy le is járt az első félidőnk, de hamarosan jövünk vissza, és folytatjuk tovább a szobor és a mozgalom elemzését. Ne menjetek sehova! És vissza is tértünk, ezért a Ferrite második része. Továbbra is itt van velem Szalai Szilárd, Vései Kovács László és Novák Előd. Ott hagytuk abba az előbb, egy elég komoly vita... Nem engedtél megszólalni, elnyomsz engem. Egy elég komoly vita bontakozott ki, elnyomom Lacit. Térdelj le előttünk. Ők a magasban, igen. De nincs szivárvány színű ruhám szerencsére, de... Ott nem hagytuk a vörös. Az már majdnem. Az majdnem. Ilyen ököl is van valahol rajta, ahol... Azzal zártuk, hogy a Pride-ot ugye betiltani, tehát előre, hogy előtte is mondod, a Pride-ot be kellene tiltani, de én még mindig azt mondom, és itt azzal értek egyet, hogy ha betiltjuk, azzal egy sokkal több kárt okozunk, mint amennyit azzal nyernénk, mint amennyit nyernénk azzal, hogy engedélyezzük. De Laci, erre te szerettél volna reagálni. Igen, tehát vannak ilyen külpolitikai realitások, ahol Magyarország hát nem az erősek között áll, mert egy kis országgá lett összemetszve, de azt akartam mondani, hogy a Pride... Közepes ország vagyunk. És ebben a kérdésben nagy hatalom is lehetünk, hogyha megmutatjuk, hogy mi igenis szembe tudunk szállni ezzel a világméretű. Persze a világ legerősebb lobbija, ezt kimondhatjuk, de mégis az, hogy a határainkon belül példát mutatunk, és eltűrünk egy ilyen szoborállítást, felvonulást, akár nyílt propagandát. És legközelebb az óriás plakátokon, meg majd társadalmi célú hirdetésként fog egy szivárványkoalíció hatalomra kerülése után a tévékből özönleni ez a szenny és ez a propaganda. Hát ez a biztos lesz, de a Pride-ra akartam, felvonulást akartam azt mondani, hogy igen, nyilván nem nézik örömmel, meg így nem szimpatikus a dolog, viszont nem vagyok arról meggyőződve, hogy egyébként valamilyen szempontból ez nem hasznos.
mert úgy, ahogy te se nézed szívesen, meg ti se, nagyon sokan vannak honnan még ezzel így. Tehát... A magad nevében beszélsz, ne fasisztáskodjál mindenki nevében. Hát egyébként szerintem maga a Pride felvonulás az ilyen értelemben azért erősen kontraproduktív. Elrettentő példa is lehet akár. Példa, mert egyébként, ahogy én hallom, egyébként nagyon sok homoszexuális se úgy gondolja, hogy ennek, hogy ezt így kéne kivitelezni, meg ilyenre szükség van, meg hogy így kell ezt mutogatni, hanem szépen mindenki csöndbe élje meg azt, ami, ahogyan él. De azért mondjuk az RTL Klub nem így mutatja be őket, tehát a homoszexualizmus agresszív mozgalma helyett ez egy ilyen elnyomott, boldog emberek képét mutatják, holott ők sem boldogok. Tehát ugye ezt ugye számos szociológiai kutatás is bemutatta, hogy ők sem képes teljes értékű és normális életet élni. Tehát ez általában, általában nem segítenek rajtuk. Általában sérült emberek a statisztikák szerint is, tehát különféle lelki meg szemveri betegségekkel küzdenek nagyon sokan közülük, sőt most nyilván van az, sok esetben, tehát hát az meg, okozati hát meg onnan fakad a dolog nagyon sokszor, de a lényeg az, hogy ez nagyon sok mindenki tényleg elrettent, tehát mikor ilyen paradicsomadárként mutogatják magukat, ez nem, a többség számára nem az hozza ki, hogy hű, ez milyen frankó dolog. Na de örülök, hogy ezt akkor meg is beszéltük, és konszenzusra jutottunk helyel közzel, de térjünk vissza a szoborra, mert ugye azt tudjuk, hogy a szobrot végül megsemmisítették, elpusztították, mondanám, hogy ledöntötték, de ez nem fedi a valóságot. És na hát, meglepetés, de erről is van egy rövid videó, amit most megnézzünk. A szobor persze tiszavirág életű volt, és 2 órával a felállítása után sikeresen eltüntették az emberek szeme elől. A Mi Hazánk mozgalom kiment, és amikor mindenki azt hitte, hogy le fogják dönteni, ravasz módon körbedeszkázták, ami tegyük hozzá egy kreatív húzás volt. Ez a deszkázós akció nekem egy ezresembe került, mert fogadtunk, hogy Novák Előd ezzel is elfut majd, de hát na, így jártam. Megkérhetem, hogy velem szemben álljon egy kvartal távolságot. Természetesen, akkor megmutatom, mit történt. Ezt a zászlót. Én magam másznom föl. Kérünk egy parancsokat is a helyszínen. Leszedtem. Onnan. Először ide leesett. És ezzel elszaladtam. A szobrot később leöntötték festékkel, amit ezután már fegyveres katonák védtek. Hozzáteszem, azok a katonák, akik miatt a baloldal korábban vernyákolt, hogy diktatúra van, meg Orbánisztán, félelmet keltenek, fenyegetőek, stb. Stb. Milyen jó, hogyha egy ocsmány szobrot védenek a fegyveres katonák, akkor nem félelemkeltőek, de ha ugyanúgy sétálnak a városban, csak szobor nélkül, akkor meg már túl van tolva a diktatúra. Most meglepődhetnék a baloldal kétszínűségén és a kettős mércén, de szerintem már mind megszoktuk, sajnos. Végezetül pedig a Légió Hungária egyik aktivistája ledöntötte a szobrot. Nem, ez így nem helyes. A szobor túl apró ahhoz, hogy valaki ledöntse. Helyesebb úgy fogalmazni, hogy szétzúzta, de végeredmény szempontjából teljesen lényegtelen. A 80 fős szerkesztőséggel rendelkező, ugyanakkor mikroadományokból fenntartott Telex már meg is írta, neonácik döntötték le a szivárvány színű szobrot Ferencvárosban. Szerintem, ha Baranyi Krisztina nem tenne antiszemita zsidózó kijelentéseket, akkor nem lenne, ami a szélsőségeseket a kerületbe vonzna, de ez csak az én véleményem. Na, beszéljünk picit a deszkázásról. Ez hogy jött ez az ötlet? Mert amúgy ez érdekes volt, hogy nem károkozás történt, hanem igazából csak eltakartátok. Hát valóban OBS lapokból egy budit hoztunk létre, egy cegödröt hoztunk létre, illetve hoztak létre a Mi Hazánk ifjai, mert az utánpótlás működik valóban kreatív módon. Hívhatjuk ezt is egy művészeti installációnak szerintem egyébként, tehát amennyire ez a propaganda eszköz művészeti alkotás, annyiban azt gondolom, hogy ez a pöcegödörré alakított hely is lényegében annak minősíthető. Hát valóban volt politikai üzenete, az biztos. Igen, hát valóban lehet elszaladni is egy szivárványos zászlóval, ezt a módszert azt gondolom, hogy inkább tartogassuk arra az esetre, hogyha a szivárvány koalíció hatalomra kerülne, akkor a parlament épületéről kell majd eltávolítani. Lehet, hogy oda egyébként ez a 15... Akkor mindannyian fogunk futni. Hát igen, csak lehet, hogy ez a 15 méteres tűzoltólétre nem lesz elég, ami a főpolgármesteri hivatalnál bejött, úgyhogy lehet, hogy majd Szárja József segítségét kérem, hogy ereszek kapcsán hogyan lehet majd esetleg oda eljutni. Viszont a tréfát félretéve egyfajta sorbanállás is volt most itt a különböző nemzeti szervezetek között, amelyet hát most nem mondom, hogy kézenfogva, mert azért ez egy merész elképzelés lenne itt a hazafiak kapcsán egy ilyen témában, de mindenképp válnak vetve, akkor fogalmazunk így, küzdöttek ezzel ellen, és bebizonyították, hogy eddig és ne tovább, és van az, amit nem tűrünk, nem tűrhetünk, és a polgári engedetlenségi mozgalom keretében nem elszaladva egyébként a rendőr elől, én is csak azért tettem, mert azt a zászlót különben rögtön visszahelyezték volna, tehát én is visszasétáltam egyébként utána, immár a zászló nélkül, de ugyanígy a tettük következményeit vállalva távolították el ezt a propaganda eszközt. Szilárd, még a szünetben beszélgettünk arról, hogy ez a szobor döntögetés, vagy a szobor
elpusztítása feltétlenül nem egy jó dolog, mert igazából kontraproduktív, de neked erről volt egy egész határozott álláspontod. Hát első körben a katonákra szerettem volna még egy rövid időre kitérni, mert nekem erről egyből a Chess villant be. Ja. Tehát amikor akkor jó az állam, hogyha hoz ingyen pizzát meg wifi-t, amikor meg lázadni kell ellen, akkor rossz. Ez gyorsan, egy fél mondatban a Chess az Amerikában létrehozott autonóm köztársaság volt három kerületből, amit körbezártak a tüntetők, és azt mondták, hogy ők autonóm köztársaság, de az állam, az amerikai állam biztosítsa nekik a pénzt és az ételt és a mentőt. Így van, tehát nekem ez volt az első gondoltam ezzel kapcsolatban. A szobor döntögetés viszont ugye a lényeg, ezt kérdezted. Hát ez egy érdekes koncepció, mert amit ti csináltatok, hogy körbe deszkáztátok, ennek valóban van egyfajta, hát ha nem is művészeti értéke, talán feltétlenül OSB labból, de egy politikai üzenete nyilvánvalóan van, és önmagában azzal, hogy nem károsítottátok meg ezt az installációt, nevezzük így, ezzel nem követettek el semmit, ez egy szabad véleménynyilvánítási gyakorlat volt. Viszont valamilyen szinten én azt is megértem, hogy a Légió Hungariának ez egyfajta politikai véleménynyilvánítás volt, hogy ledöntötték, viszont nekem az a meglátásom ebben, hogy azzal egy politikai közösséget degradálni, hogy egy ilyen akciót megkutat, tehát most ez a szobor döntögetés, tudom, ennek vannak történelmi előzményei, csak az egy teljesen más történelmi előzmény, ami mondjuk esetleg itt Magyarországon a Sztálin szobor ledöntésével, vagy bárhol a világon. Mi van köztük párhuzam, Sztálin szobor meg ez a szobor között? Van párhuzam, csak amikor a kommunista rezsimeknek az emlékeit döntötték le, ott egy 10-20 százezres tömeg ment ki, akik megfogták, és egy közös vélemény nyilvánítás ledöntöttek egy elnyomó diktatúrának a szobrát. Szükséges tömeg mind a kettőhöz kivonult. Így van, tehát itt is nyilván egy gyakorlatilag elnyomó ideológiáról van szó, mert azt látjuk a BLM mozgalmak kapcsán, hogy akár a fehér rendőröknek a térdeltetésével, akár a boltok kifosztásával, hogy ez valójában ez is egy elnyomó ideológia, de attól függetlenül szerintem bármilyen a jobb oldal spektrumán bárhol elhelyezkedő embernek, mert ez az úriemberrel, aki ledöntötte az eset után sikerült interjúznom, és ő kikérte magának, hogy ő nem tartozik a polgári oldalhoz. Ez abból a szempontból, de jobb oldaliként azonosítja magát. Ez abból a szempontból teljesen mindegy, hogy innentől egy skatujába húznak mindenkit, aki jobb oldalibanak minősíti magát. És az a cselekmény, amit ezzel a jobb oldali közösség ellen elkövetett. Mert a baloldalt nem érdekli, hogy egy ilyen polisztirol vacakot ledöntenek. Hát mennyibe került 2000 forintba ezt összeállítani, meg egy óra 3D nyomtatóval egy kis festékszóróval lefújni. Hát most komolyan, senkit nem érdekel a baloldalt, hogy ledöntötték. Ez egy provokáció volt, aminek felült ez az illető úriember, és ennek a provokációnak az alapján sérül most a jobboldalnak a megítélése is. Márpedig szerintem a jobboldalnak a feladata nem az lenne, hogy rongáljon, és felüljön arra a vonatra, amit a BLM indított el, hogy szobrokat döntögetünk le, mert lássuk be. De ne haragudj, itt a modernkori történelemben, a 21. században a BLM tette divatossá a szobor döntögetést. Nem. Tehát a 20. századról beszéltünk, Pongrácz András, a Mi Hazánk mozgalom alapító atya volt az, aki lángvágóval közreműködött a Sztálin szobor ledöntésébe. Az ő hívására próbáltuk meg eltávolítani legalább a szabadságtéri szovjet emlékműről, legalább az önkényuralmi jelképeket. Azt is sokan azt mondták, hogy rongálás. Most is igen, azt mondják, hogy rongálás, de a rendőrség engem azzal gyanúsított meg a szivárványos zászló levételekor, hogy rongálás és lopást követtem el. A bíróság végül megállapított, hogy ez nem képviselt lényegében értéket, véleménynyilvánítás volt, büntetés kiszabása nem indokolt, ez szerepelt végül a jogerős ítéletemben. Az álláspontom az, hogy értékről, ha beszélünk, akkor beszéltünk rongálásról. De mivel ez nem volt érték, szerintem a mi közös értékítéletünk szerint sem, ezért ezt nem tekinthetjük rongálásnak, tehát nem kell a baloldal narratívája szerint, nem az értékiség a lényeg, hanem az elv. Hogyan fogalmazott Puzsé Robert? Neonáci csürhének nevezte azokat, akik tiltakoztak ezen, azok, akik azt képviselik, hogy eddig és ne tovább. És itt egy folyamatos... De azt lehet képviselni az eddig és ne továbbot jogi platformon is. Tehát elmegyek, a HDNP kiadott a tiltakozó és... közlemény, hát ki nem röhögte körbe őket? Jó, de elmegyek egy bíróságra, és bíróságra ez meddig, és évekig húzzuk, nem? Van az a szint, amikor... De teljesen mindegy, mert utána nekünk úgyis az lenne a feladata a jobb oldalnak, hogy megakadályozza, hogy ne kerülhessenek. Tudod, hány feljelentést tettem? Például a Szent Korona meggyalázása miatt tettem konkrétan a BTK 334. paragrafusába ütköző nemzeti jelkép megsértése miatt, amikor ezzel reklámozták a tavalyi homoszexuális felvonulást, feljelentést. Azt ugyanúgy utasították el, mint nemzeti jelkép megsértése miatt a magyar zászló mellé kitűzött szivárványos zászlót, amit ugye tettünk például a főpolgármesteri hivatal ügyében. Ott is
megtettük a feljelentést, de arra várni, hogy ezeket mikor fogják elutasítani, miközben arra volt erő, hogy nálam éjszakai házkutatást tartsanak, DNS mintát vegyenek, még mindig két évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetnek. Jó, de hogy újbudai szivárványozásztó ugyanazokat a módszereket átveszik, miatt, ugyanazokat a módszereket átveszük, amit ezek a bal liberális... Az 56-os pesti srácok. Jó, az 56-os pesti srácok mögött volt egy olyan támogatási között, tehát ott volt egy tömeg, ott volt egy... Mögöttünk volt egy, is van. Csak ahogy mondtad, mögöttünk nem képviselt. És egyébként a ti akciótokkal egyet is tudok érteni. Takarjuk el? Persze, ez teljes mértékig egyetértek. Értsük meg annak a jogos indulatát is, aki azt mondja, hogy ebből elég volt. Tehát Osztia Zoltán atya is azt mondta, hogy a zászlónak ott nincs helye. Hát bennünk se legyen már ez a vég nélküli jámborság, hogy bármit meg lehessen tenni. Én elfogadom, ha valakinek nem ízlése szerint való, és ő máshogy tiltakozna, de fogadjuk el azt, hogyha valaki pedig markásabban kíván tiltakozni, mi is megválogattuk az eszközeinket, de vegyük észre, hogy egy folyamatos tűrésküszöb kitolása van, ugye addig jár a köcsög a kútra, míg el nem törik, ezt ők is nagyon jól tudják, ezek a k***ök, és viszont mi utassuk ugye meg, most hogy az edényről beszélünk, csak hogy ne kelljen ezt is kisimpolni. Na jó, de mondjuk a ti akciótoknál volt egy olyan ez egy elegáns megoldás volt. Tehát azért a jobb oldalnak és a bal oldalnak az eljárásai, meg a magatartása között. Most átmegyünk ilyen VV-s volt interjúban, hogy lehettek ti ennyire őrülten elegánsak? kérdezzetek még, légy szíves. Jellemzően van a jobb oldalnak és a bal oldalnak a megnyilvánulásai között egy olyan minőségi különbség, főleg az elegancia terén, akár jogi szempontból nézzük, akár politikai megfontolásból, ami egy minőségi különbséget tesz a jobb és a bal oldal között. Ez valóban egy különbségtétel. De ha ezt lebontjuk és megszüntetjük, akkor mi marad? Persze, ideológiai nyelv. Van igazság mind a kettőtökben, de induljunk onnan, hogy a BLM... A Rabbi, az nem lehet, hogy mind a két félnek igaza van. Neked is igazad. De onnan induljunk, hogy a BLM mozgalom, ami abból indul, hogy egyrészt ugye elhordta a boltokból a Nike cipőket, meg a színes tévéket, de szobrokat döntök... A fekete-fehéreket is elhordták itt, de nekem... Tehát szobrokat döntök, tehát Amerika szerte, és most egy szobrot állít magának, hát ez rohadt komikus. Ez amúgy... És akkor most tehát ők itt punkoskodnak, és akkor most a punk sír, hogy visszaütnek az ő módszereivel. Hát milyen punk az ilyen? Ez amúgy, igen, ezt meg tudom érteni az irónia, viszont én ahogy azt az álláspontot képviselem, hogy ha ott maradt volna az a szobor két hétig, és ment volna ez a jogi herceg-hurca, lehet, hogy elutasítják a feljelentéseket. Elsőben volna úgyis. Lekapoz volna róla a festék, de még mindig egy komolyabb társadalmi üzenete van annak, hogy igen, a baloldal ezt is megteszi, és még mindig jobb elrettentő példa szerintem, mint az, hogy valaki ledönti, és úgymond az emberek ebből csak annyit fognak látni, hogy erőszakosan lépett fel. Tehát itt most nem az a lényeg, hogy ki hogy érzed, hanem hogy milyen üzenet a tömegek a választópolgárok felé. Csak arra gondoljatok azért bele, hogy például Duró Dórának volt egy már vállalhatatlanul mérsékelt javaslata a homoszexuális propaganda iskolai tiltásáról, ezt leszavazta az országgyűlés két éve is, míg nem, kénytelen volt homoszexuális propaganda mesekönyvet darálni annak érdekében, hogy végre alaptörvénybe foglalják, túl azon, hogy az apa férfi, az anya nő, azt is, hogy az oktatási intézményekben legalábbis alaptörvényi szintű védelme már megvan, jól lenne egy kicsit kézzelfoghatóbb, alacsonyabb szintű szabályozás is, de már az alaptörvény szintű védelme megvan annak, hogy a homoszexuális propaganda ne kerüljön. És úgy tűnik, hogyha nem megyünk faltörőkosként előre, ha csak úgy szimplán tiltakozunk, mint hogy tartottunk ebben az ügyben is, a szoborügyben is tiltakozó sajtótájékoztatót, de hát az körülbelül annyi embert érdekelt, mint a KDNP aznapi közleményét. Na jó, de a könyv esetében például ott van, az alkotmányban bele van foglalva. A nemzeti alaptantervben szó sincs arról, hogy a csodálatos Meseország... Meseország mindenki. Ja, csak Meseország volt benne. Most Meseország még. Mindenkinek szerepelnie kell. Most még. Innentől kezdve nem látom értelmét annak, hogy miért kell ez ellen külön tiltakozni, hiszen jogszabályban van iktatva. Az egyébként nem tudom, hogy van-e ilyen jogszabály Ferencvárosban, ami tiltaná BLM szobornak a felállítását. Tehát országosan sincs tiltva az e-féle propaganda, ugye, és azt láttuk, hogy hiába van szabályozva mondjuk a nemzeti jelkép megsértése, a homoszexuális lobby olyan erős, hogy semmi sem minősül annak. De hiába van szabályozva a garázdaság, ugye másokban kirívóan megbotránkozás keltő viselkedés, az ő paradicsomadárként, meg nem tudom miként való felvonulásuk, az sohasem az, akár reverendába öltözve mennek. Persze, de ennek a jogi síkon való szabályozása, ez nyilván egy olyan vita, aminek van helye. De amit Ádám is mondott, hogy milyen üzenetet sugal az egy egyszerű apolitikus választónak, hogy oda megy felállítunk egy installációt, és oda megy egy fekete ruhás ember, és ledönti azt. Teljesen mindegy, hogy egyébként
egyébként én az én értékrendem szerint szintén nem értek egyet egyáltalán a szobornak a felállításával. Maga az, amilyen helyzetben a saját közösségét hozza, és a tágabban vett közösségét is, akár mondjuk a polgári oldalt hozza, hiszen ismét mondom, ő maga az illető úriember hangsúlyozta ki, hogy ő nem a polgári jobb oldal része, de ez úgyis össze lesz mosva, és össze is van mosva. Igen, sokféle tábor van. Hát, ez teljesen mindegy, de egy apolitikus választó az nem azt látja, hogy most akkor most ez a mi hazánktól erre, meg arra, meg akkor ez konzervatív. De miért kell elfogadjuk az amerikai modellt, hogy van jobb oldal, meg bal oldal? Hát ennél sokkal sokszínűbbek vagyunk. Ez teljesen mindegy, hogy mi elfogadjuk-e. Az a kérdés, hogy egy apolitikus választónak mi jön le ebből az akcióból. Amúgy apolitikus választónak az jön le, hogy a jobb oldal most lerombolt egy szobrot. De az apolitikus választó sem ennyire fekete-fehér, mert az apolitikus választóban egyébként lehet, hogy pont úgy egyébként maga az a szobor is olyan ellenérzéseket kelt, hogy azt mondja, hogy jó, szétverték, hát a szarszobor menjem a francba. Pontosan, jobboldali szavazók egy része. De ezt nem tudjuk igazából, tehát bármely, nem tudjuk, hogy az apolitikus választóban milyen hatást vált ki. Akiben undort kelt, az a ti akciótokkal is teljesen kiegyezik. Tehát ott teljesen elég lett volna addig az akcióig eljutni, hogy körbe palánkozzuk. Szerinted elég, valaki szerint nem elég markáns kifejezés a véleménynyilvánításnak, valaki szerint nem távolítottuk el. Nézd, nagyon sok fideszes szavazó is van, aki azt mondja, hogy nem elégséges Orbán Viktornak az ilyen olyan szép szava, hanem igenis be kellene tiltani például a homoszexuális felvonulást, amit minden évben megrendezhetnek. Tehát van, aki mást vár és többet vár, markánsabb fellépést vár. Lehet azt mondani a könyvzsaráláson, hogy nyilván a felvonulás megint egyébként egy más téma, főleg, hogyha jogi szabályozás terén tiltjuk be, hiszen ott is egy olyan dologról van szó, aminek ráadásul igazából okát se látom, tehát most miért kell ezért felvonulni, nyilván heteropráig is lehet. Amúgy meg viharabiliben, tehát az apolitikus választóknak a nagy többségén ez rohadtul nem érdekli. Még annyit, hogy még hozzá kell tennem, hogy fogy az időnk, és még van egy fontos témánk, ami, vagyis legalábbis egy fontos kérdés. Amikor a Horthy szobrot leöntötték festékkel, vagy pedig Petőfi szobrát az SZFÉ-sek összecsicska szalagozták, akkor hol voltak ezek, akik most sírnak a BLM Gics szobor ledöntésével? Tehát, hogy az, akkor, amikor a Telex megírta most, hogy nácik döntötték le a BLM szobrot, akkor, amikor a Horthy szobrát festékezték össze, akkor valahogy az elkövetőnek a politikai hovatartozását nem írták le. Ügyvédről van szó, ugye? Igen, miért? Ugyanez a pofa, ez a Dániel Péter, nevesítsük már ezt a gazembert azért, aki leöntötte a Horthy szobrot, ugyanúgy leöntötte piros festékkel a Vámház körúton a Horthy Istvánnak az emléktábláját is, ugye egy háborúban hősi halott volt. Tehát van a jó és van a rossz szobor, jól értem? Tehát egy háborús hősi halottnak az emléktábláját is összefestékezte ez az idióta. És olyankor azért azon valamiért nem volt szintén egy ilyen nagy tömeges fölháborodás. Pontosan ez az én problémám, mint a Horthy szobor leöntése. Pontosan ebből indul ki az én problémám, hogy általában ezeknek a rongálásoknak, vagy ezeknek a történetek, mondjuk itt rongálásról beszélni azért túlzás attól függetlenül, hogy nem azonosok együtt, az, hogy ez széttörték, ez túlzás rongálásnak nevezni, de a rongálásnak, vagy ennek a politikai véleménynyilvánításnak színe van. És pontosan ez a problémám ezzel az egész akcióval. Ehhez egy szint rendelnek csak, az emberek. Csak akár a Horthy szobrot, akár a Horthy István emléktáblát, azt úgy rakták ki, azok kint maradt. Ezt meg kirakták két hétre provokálni, illetve tovább a Horthy szobor, meg az emléktábla, azok anyagból vannak. És magánterületen, azért tegyük hozzá, hogy Budapesten közterületen nem állhat még Horthy szobor. És van még egy fájó kérdés, hogy hol voltak a rendőrök, akkor, amikor például a Horthy szobrot leöntötték, vagy akkor, amikor a Mi Hazánk mozgalom kezdeményezte, hogy a Dohány utcai zsinagógához hasonló állandó rendőri védelmet kapjon a Horthy szobor, amit magánterületen, de a templom előkertjében, a lépcsőjén, a Szabadság téren, ugye már többször megjeláztak, és ezt elutasították. Minden sarokra rendőrt állítani. Hát, de úgy tűnik, hogy a zsinagógához lehet, pedig azt már nagyon régóta nem rongálták meg, ellenben rendszeresen a Horthy szobrot. Azt viszont rendszeresen megrongálják, és annak a kettős mérce jegyében Pintér Sándor egyébként elutasította a védelmét, de nem akarok ennyire negatív lenni, meglátom a rosszban is a jót. Én azt mondom, hogy örüljünk annak, hogy ez a provokáció valahol azért valamit eredményezhet, hiszen a Horthy korszak sem jött volna el tanácsköztársaság nélkül, ahogy azt a kurusz.info hírportál kitűnő történész Ábrahám Barnabás is megállapította. Tehát azért lássuk ebben a provokációban azt, hogy mit eredményezhet. Tehát hogy miért van szükség néha könyvtanálásra, miért van szükség néha figyelemfelhívó eszközökre, azért valamit azért eredményezhet. Jó, lassan közeledünk a műsor végéhez, és még egy fontos kérdés. Szerintetek mire számíthatunk a jövőben a baloldali városvezetéstől? Lesz-e még hasonló provokáció, Szilárd? Én egészen biztos vagyok benne, mert nagyon sikeres volt ez a projekt is ezzel, hogy ledöntötték. Tehát azzal, hogy sikerült provokálni egy bizonyos csoportosulást,
ezzel mindent meg fognak tenni, hogy minél szélesebb körbe tudjanak provokálni. Laci? Az a baj, hogy mindenképpen nem hogy lesz, hanem durvulni fog, de ha ledöntik, akkor azért, mert kvázi reagáltunk rá, ha meg nem dönti le senki, akkor meg azért fog durvulni, mert hát ez átment, akkor lehet még durvába csinálni. Tehát valójában, amitől te tartasz, ilyen szempontból jó megoldás de nincs. De körbe palánkozva, és az összes többit is körbe palánkozzuk, akkor meg egy idő után leáll. Akkor az OSB-ben az idő előttnek is adjunk szót. Lehet, hogy ők fizetnek engem. Szerintem nem kérdés, hogy lesznek-e újabb lépések annak érdekében, hogy a tűrésküszöbet kitágítsák, az viszont biztos, hogy ezt nem fogjuk hagyni. Jó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sajnos lejárt a műsoridőnk, de köszönöm a részvételt, és nektek pedig köszönöm, hogy velünk tartottatok, és nézzetek minket jövő héten is, mert ha minden igaz, egy szinkron színész fog eljönni, aki elmondja nekünk, hogy miért veszélyes az, hogyha a kultúrbaloldal belenyúl a szinkronizálásba, és úgymond pozitív irányba szegregálja a társadalmat. Tartsatok velünk, sziasztok!